Egy öreg király, annak három fia. A király már olyan öreg volt, hogy nem volt képes kimenni az udvarából, és templomot épített az udvarába, hogy hát ő ottan menjen az istenházába. Mikor elkészült, egy reggel madár szólalt meg a torony tetejében. Mikor a király meghallotta a madár szólását, annyira megifjodott, mint egy 20 éves legény. Szólt a fiainak, hogy fogják meg a madarat. Fel is ment a legidősebbik. Mikor tette volna rá a kezét, a madár elrepült. Utána nézett. A messzi távolban látott egy erdőt, úgy látta, mintha ott szállott volna le. Édesapám, láttam, ahova repült, menjek utána. Segíljen az Isten fiam, mentől gyorsabban hozzad a házunkhoz. Jó estire érkezett az erdő szélibe. Tüzet rakott, s kezdett vacsorázni. Vacsorája közben ott szaladt el egy róka. Eredj, kutyám, fogd meg azt a rókát. A róka azt kívánta. Légy kőbálvány kutyástul együtt! Úgy is lett. Második reggel a középső király úrfi ment a torony tetejébe a madárért. Ő is csak azt látta, amit a bátyja. Mikor lejött a toronyból, azt mondta. Menjek utána! Mikor az erdőbe írt, jó este volt. Ő is vacsorázni kezdett. Vacsora közben ott szaladt a róka ugatva. Eredj, kutyám, fogd meg azt a rókát! A róka azt kiáltotta. Légy kőbálvány te is, kutyástul, lovastul együtt! Harmadik reggel szintén szólott a madár. Felment a legkisebbik királyúrfi, de a madár ismét elrepült. Szintén ő is csak az erdőt látta, mint a két bátyja, hogy a madár oda ment. Ő is útnak indult. Mikor odaírt, öreg este lett. Ő is tüzet tett és vacsorált. Közben ott szaladt a róka ugatva, ő pedig azt felelte. Gyere ide hozzám vacsorára! Szívesen elmennék, de félek a kutyától. Sose fíj, megkötöm! Hogy a vacsorát elvégezték, mondja a róka. Király úrfi, azt hiszed, hogy a madár itt van ezen a fán? Persze, hogy azt hiszem. Láttam, hogy ide repült. Jaj, kérlek szépen, az a madár még messze van. Hanem ne búsulj, mert elhozzuk. Az a madár a Veres király országában van, ami a 7. ország szíl. Annak a királynak a kertjébe van egy körtifa. A körtifa odvas. A madár benne van az odúban. Oda fészkelt, oda költ. Na, a rókából is lett egy szép fiatalember, és megindultak ketten. Nagyon sok idő múlva megérkeztek abba a városba, amelyikben volt a Veres király palotája. Mikor megközelítik a kertet, mutatja a róka. Mi, király úrfi, ez az a körtifa. Nagyon vigyázz, mert a madarat megfoghatod könnyen, de mikor lejössz a körtifáról, a körti egész erőszakkal bújik a szádba, s ha megtanálod harapni, olyant csendül a fa, hogy a királyi őrség azonnal talpon lesz. Már érkezett szépen le, de muszáj volt leheletet vegye. Egy körti csak a szájába csapódott, megtanálta harapni. Az őrség azonnal talpon volt, a király úrfit szépen elfogták. Azt mondja a Veres király. Mi, király úrfi? Most fel kéne, hogy akasztassalak, mert eljöttél a kertembe lopni. De megkegyelmezek egy feltétel alatt. Mi legyen a feltétel? A Veres tenger partján van egy gyönyörű épület. Abban van egy szép király kisasszony. Ha elhozod nekem, szabadon bocsátlak. Egy életem, egy halálom. Megpróbálom. Úgy megmondtam, most szintén nagyot vállaltál, de most már nem bízom rád, magam vállalom el. Te írtad, megteszem, mert igaz voltál hozzám, nem mint a bátyáid. Mentek ők, mendegéltek. Elértek egyszer a Veres tengernek az innenső partjára. De az a szép épület, meg a kisasszony túl volt. Leszakaszt a róka egy parti lapot, azonnal egy csónakot csinál belőle, evezőt. Beleülnek mind a ketten, átmennek a tengeren. Mikor a túlsó partra értek, megrúgja a róka a csónakot, a csónakból lett egy pár aranycipő, a rókából pedig egy öreg suszter, a szakálla, mint a kedden. Kezd a róka ott sétálni az aranycipővel a szép palota előtt. Rákiált a kisasszony. Te szegény suszter, hozd fel azokat az aranycipőket, hadd vegyem meg! Bocsánatot kérek,
Én nagyon öreg vagyok, nem tudok fölmenni. Méltóztassék lesétálni a kisasszony, s próbáljuk fel itt. Leszaladt a király kisasszony, fölpróbálja a cipőket. Hát, uram fia, úgy talál a lábára, mintha onnan nőtt volna ki. Akkor az öreg suszter elkiáltja magát. Hip-hop, kis cipőm, ott legyünk mind a hárman, ahol én akarom. Azonnal a tenger túlsó partján lettek. Mi azért jöttünk, hogy elvigyük a király kisasszonyt a veres királynak. Ösmeri-e? Hogy ne ösmerném, de én ahhoz nem megyek, inkább meghalok. Elséges kisasszony. Hát, aki itt van velünk, király úrfi, ezt se szeretné. Dehogy nem, egész boldognak éreztem magam, azt hittem, ennek a részére vagyok megszöktetve. Egyet se búsuljon, kisasszony, ennek lesz a felesége, s leszek én a veres királyé. Mikor megérkeztek a veres király városába, átbucskázott a róka a fején, lett belőle egy kisasszony, éppen mint a másik, hogy akárki rájuk nézett, nem tudta őket megkülönböztetni. Mikor meglátta a veres király a kisasszonyt, húj, de nagyon megörült. Azonnal összeszedette a minisztereket, minden jó barátját, kezdenek lakodalmat csinálni. Mikor az asztalnál ülnek, azt mondja egy úr a többi közül. Ez a felséges királyné kifogástalan, de egy kis hiba mégis van benne. Ugyan kérem, mi lehet? Hát még ebbe is hibát lehet keresni, kibe nincs. Ebben, uraim, semmi egyéb hiba nincs, csak az, hogy róka szemű. Ki ne szígyelje magát, mikor szemébe odavágják, hogy róka szemű. Szépen lehúzta magát az asztal alá a mennyasszony, átalvetette magát a fején, lett belőle egy nagy lompos farkú róka, kiszaladt a szobából, menekült, amerre csak tudott. Mire a vendégek magukhoz tértek, már csak hűlt nyoma volt. Mentek szépen hazafelé hárman. Mikor az erdőszélben mentek el, ahol neki a király úrfi vacsorát adott, azt mondja a róka. Látod azokat a kőbálványokat? Azok a bátyáid, lovastul együtt. Hogy kerültek oda? Bizony, barátom, azok reám uszították a kutyákat. Én varázsoltam őket kőbálványnak. Szeretnéd, ha élnének? Hogy ne szeretném, hisz mindenki a testvérit köteles, hogy szeresse. Jól van, én feltámasztom, de te meg fogod bánni. A róka oda megy a két kőbálványhoz, megcsapdossa őket, és azt mondja. Keljetek fel és íjjetek! Azonnal talpra állott mind a kettő. Azt mondja a róka. No, drága király úrfi, többet nem menyek véletek. Elbúcsúztak egymástól, s a róka elment. Mentek ők aztán négyen hazafelé. Béállott a gyűlölet. Hát illik ez, hogy a legkisebbik házasodjon meg legelébb. Ők, ha lelépnek a földről, akkor se kapnak olyan gyönyörűt. Elhatározták, hogy megölik. A legnagyobbik király úrfi neki suhintott a kardjával, s leütötte a fejét. Haj, de a róka tudta, hogy így lesz. Szalad és látja, hogy a feje messze van hengeredve a testtől. Szalad erre, szalad arra, látja, hogy jön egy kígyó forrasztófűvel a szájában. Hoppá, te kígyó, adjál egy kis forrasztófűvet! Dehogy adok, hét esztendeig kerestem! Megtapotta a róka a kígyónak a farkát, kifúgta a forrasztófűvet a szájából. A róka felkapta, szaladt vele a király úrfihoz. Szépen bédörzsölte a nyakat mind a két oldalról, visszaillesztette. A királyfi kinyitja a szemét. Jaj, mennyire elvalék aludva. Elvalál aludva örökre, ha én nem volnék. Te aludnál, mint a világ, s még két nap. Ugye megmondtam, hogy a bátyáid megölnek, s elveszik a feleségedet. Ezentúl vigyázz magadra. Áldjon meg az Isten. A róka eltűnt, mint egy szellem. Hazaérkezik a király úrfi az édesapjához. A kicsi madár még mindig a kebeliben volt. Fölteszi az óra tetejébe. Elkezd a madár gyönyörűen szólani. Felugrik az öreg király teljesen megfiatalodva. Kedves fiam, melyik hozta ezt a madarat? Édesapám, én hoztam, mondja a kisebbik. Hát mit kívánsz a két bátyádnak? Felséges atyám, adjon nekik pénzt, paripát, boldoguljanak, ahogy tudnak. Itt nem akarom látni őket soha. A két király úrfit kiűzték az országból. A kisebbik elvette a feleségét. Még ma is élnek, ha nem hódtak meg.